élet növekszik és borjánzik benned, megállíthatatlanul. Leránt majd a mélybe, és mérhetetlen fájdalmat okoz. Magasba fog emelni, és hatalmat is ad a kezedbe. De mindenek előtt formál. És bizony mondom néked, addig fogsz a pokol mocskában fetrengeni, amíg végül a kebledre nem öleled. Tudod te jól, hibázni fogsz, és ezerszer el fogsz bukni, amíg csak rá nem jössz, hogy nincsen bűn. Saját magad legkegyetlenebb bírája leszel, amíg bele nem törsz a büntetésbe, amelyet magadra róttál. Hátra akarsz lépni az egységbe, amelyből jöttél, és nem látod, hogy visszafelé nem vezet út. Félsz belépni az élet sodrába, mert attól tartasz, hogy elragad. Rám nézett, és tekintete egyszerre volt tüzes, és végtelenül együtt érző. Mindent el fogsz felejteni. Amikor emlékezni kezdesz, akkor már úgy is nő majd a világosság. A legsötétebb éjszakában magányosnak hiszed majd magad. Van mitől félned. De tudd, mindez a lelked legbelső választása volt. Az élet törvénye benned, hogy átéld azt, ami vár rád. Azért vállaltad mindezt, hogy valódi önmagad lehess. Én azért választottam ezt a részt, egyrészt, mert nagyon szeretem az egyiptomi részt. Szeretem azt a találkozást, ami a mester és a tanítványa között történik. Az, ahogy Anami ír Potáról, az nagyon megnyitja szerintem a szívet. Az embernek a mestere az, aki tényleg talán az első olyan ember, aki leginkább megérinti, aki a legnagyobb hatást gyakorol rá, és annak van egy nagyon-nagyon szívbéli, egy nagyon-nagyon felemelő része, amikor az ember saját mesterével találkozik, úgyhogy emiatt én ezt nagyon szeretem, ezt a részt, és az a tanítás, amit Potár Egyiptomba átadott Anaminak, és ami itt a Karma Killerben is szerepel, az annyira tisztán és egyszerűen meg van fogalmazva, és annyira bemutatja azt, hogy tulajdonképpen miről is szól ez az emberi élet. És hogy mennyire nagy szeretet működteti. Átjön rajta, hogy mennyire nagy szeretet és rendező elv van tulajdonképpen emögött, az egész emberi út mögött, amit itt a Földön élünk. Úgyhogy nekem ez a rész ezért kedves, és a Karma Killert amúgy is csak mindenkinek ajánlani tudom, mert ahogy az ember a kezébe veszi és elkezdi olvasni, nem is kell sokat olvasni belőle, már beindul egy áramlás a testben, már beindul valami, ami elkezd érted dolgozni, úgyhogy gyertek, gyakoroljatok velünk, és olvassátok a Karma Killert.